Sziasztok! A mai részben a kontúrral fogjuk folytatni a 2019-es kedvenceimet. Idén nagyon sok újdonságot sikerült felfedeznem, mind olcsóbb, mind drágább kategórián belül, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök, hogy megoszthatom veletek is ezeket. A pirosítót is ebbe a kategóriába soroltam egyébként, egyrészt azért, mert csak egy darabom van, amit szeretnék megmutatni, másrészt azért, mert valahol ez is a kontúrozás része. Nem húzom tovább az időt, hanem vágjunk is bele. Kezdjük a legújabb szerzeményemmel, ami őszintén szólva viszonylag új, tehát egy picit talán csalás, hogy itt van a kedvencek közt, de amióta megvan, minden nap szinte majdnem ezt használom, úgyhogy mégsem érzem rosszul magam, hogy beletettem. Ez pedig az Essence-nek ez a Contour Duo palettája, ami iszonyatosan jó termék. 1000 forint körül tudjátok megvásárolni a drogériákban. Szerintem teljesen ugyanolyan, mint a Kat Von D-nek a Duo Contour palettája. Abba ugyanúgy egy ilyen púderes árnyalat van, illetve egy kontúr árnyalat. Annak se használom a púderes árnyalatát, úgyhogy egyébként arról nem tudok mit mondani, de ez a kontúr árnyalat szuper. Nem túl hideg, nem túl meleg, tehát tényleg egy ilyen árnyalata van. Abban is hasonlít a Kat Von D-sre, hogy az is nagyon porzik, és ez is eléggé porzik, de hát ha már mindkettő porzik, akkor az ember inkább ezt vegye meg. A Kat Von D is ezért is nem került bele egyébként, szerintem egyszer se talán, így konkrétan a kedvenceim közé, mert az a paletta is iszonyatosan porzik. Hiába szép az árnyalat abba is, meg hiába könnyű azt is eldolgozni, ahogy ezt is, ugyanúgy porzik, mint egy pár ezer forintos paletta. Úgyhogy én inkább ezt ajánlom nektek, viszont ezt nagyon mindenképp nézzétek meg. És ha már Essence, akkor a pirosító, amit szeretnék nektek megmutatni, szintén az Essence márkától van. Erről már többször hallottatok tőlem. Ez az Essence-nek a Matte Touch Blush pirosítója. Több árnyalatom is van belőle. Az egyetlen bajom ezekkel a termékekkel, hogy mindegyiknek letörik a teteje, sajnos. De hát tényleg ez legyen a legnagyobb baj. Maga a termék, ami benne van, szuper. Nagyon szép árnyalatokban kapható. Elég pigment, de nem túlzottan, tehát azért könnyű velük dolgozni, tartósak is, úgyhogy nem is tudom, hogy mi kellhet még. Bronzert is találtam a drogériák polcairól, ami nagyon bejött nekem idén, ez pedig a Maybelline-nek volt a City bronzere. Ez is porzik egy picikét, de több bajom nincsen vele. Nagyon jó kis árnyalata van, az ilyen világosabb bőrűeknek is szuper, bár azért ez nekem inkább a nyári árnyalatom. Ilyenkor télen azért visszafogottabb bronzert használok, de nyára abszolút tökéletes, könnyen eldolgozható, eléggé pigmentált, úgyhogy nagyon szerettem. Viszont amit ilyenkor télen szoktam használni, ami visszafogottabb, így árnyalatilag, az a Fenty Beauty-nak a bronzere, és imádom ezt is. Nekem ez a téli árnyalatomhoz tökéletes. Most ezt viselem, látjátok, hogy egyáltalán nem narancssárga, egyáltalán nem kirívó, nem túlzás, hanem szerintem egy nagyon szép természetes bronzos hatást lehet elérni vele, olyat, ami még így télen sem tűnik furcsának. Könnyen eldolgozható, tartós, nagyon hasonlít igazából a tavalyi videóban is említett, és még szintén nagy kedvenc bronzeremre, ami a Too Faced Chocolate Soleil bronzere. Ezt szintén iszonyúan szeretem. Nagyon jó csoki illata van még mindig. Mind a kettőt rendkívül szeretem használni. Ez is egy nagyon szép természetes árnyalatú bronzer. Hosszantartó és könnyű dolgozni vele. Ezek nálam a legfontosabbak, ahogy látjátok. És még egy paletta kedvencet szeretnék veletek megosztani, ami az H&M polcairól beszerezhető. Ez még hozzá a Face Palette nevezetű palettájuk, ami gyönyörű. És nem csak csomagolásilag, mert azért az sem utolsó, de maga, ami benne van, az is nagyon szépen tud mutatni az arcon. Ahogy látjátok, van benne egy pirosító, egy highlighter és egy bronzer is, tehát utazáshoz ez a paletta tökéletes. Ezeket is szépen bele lehet dolgozni a bőrbe, hosszantartóak, és hát nem utolsó sorban jó áron be tudjátok szerezni ugye az H&M-ből, szóval ezt is nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani. A highlighter is egy elég jó highlighter, fel lehet építeni olyanra, hogy vakítson, és a pirosító is gyönyörű árnyalat. Ezek voltak az én kedvenc kontúr, bronzer és pirosító termékeim, remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, és tippeljétek meg lent a kommentekben, hogy melyik lesz a következő része ennek a sorozatnak, melyik kategória kedvenceit fogom abban bemutatni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és a legközelebben találkozunk, addig is sziasztok!